Gábor itt a Kaliber feliratú pólóját mutogatja. 2009-ben mutatták be az Onesta gumilövedékes múzeális revolvert. A fegyver 4 lövetű, a dobba előről zsírozva 18 mm-es gumilövedékeket kell tenni, hátulról pedig 9 mm K peremese riasztó töltényt. Az első Onesta típusú revolverek csak single action állásban tudtak lövést leadni, ami azt jelenti, hogy a kakasát minden lövés előtt hüvelykújjal fel kellett húzni. Tekintettel arra a tényre, hogy ez egy önvédelmi revolver, ez a megoldás nem volt túl ideális. A 2011-es Fehován bemutatták ennek a revolvernek a single action, double action elsütő szerkezettel szerelt változatát. A single action, double action elsütő szerkezettel szerelt Onesta típusú gumilövedékes otthonvédelmi eszközöknek a gyártását megszüntették, mert megbízhatatlannak bizonyultak. Na, Jancsik, a büfiszetek? Mondja. 2009-ben mutatták be a szopóállasztát a Jánosnak. És most? Ez áttörés. Az újdonság 2011 őszén a Double Action Only, ta-da-da-dam! A Double Action Only Onesta. Működésében egyébként ez is tök ugyanaz, mint a többi. Kihúzom, ki tudom venni a dobot, ott vannak a riasztó töltények, előről megy a zsírozott gumi. Ezt azoknak mutatjuk meg, akik az előző Onestás videónkat nem látták, és olyan szemetek voltak, de most ezt majd megnézik, és mindent tudni fognak. Tehát ott ugye minden lövés. Igen? There is no spoon. Minden lövés azonos első erővel történik, ami nem kevés. És ezen már egy kisebb méretű markolatot tettünk föl, hiszen a gyári markolat az ekkora lenne, ami által nem éri el az ujjam az első billentyűt. És nem tudnék lövést leadni vele, tehát nagyon biztonságos fegyver lenne. Így már tudok. Noha így se könnyedén, így is két kéz kell, hogy ne rángassak el oldalra. Tehát, mint látható, a kakas teljes felhúzó felületét gyönyörűen levágták. Mintha lehetne rejtve viselni. És így, hát így, mikor a Shrek bemegy a királyi palotába, vagy Csubakka a halálcsillagra, akkor nyugodtan tudja rejtve viselni. Egyébként pedig ugye a közterületen viselése önvédelmi célra szabálysértés. De majd a NOFT kezdődik, és egy új korszak jön. Ennek most a vége lesz. De ezt már nálam nagyobb ember is mondta. Töltés hosszú időtartamára való tekintettel csak röviden veszünk. Ne lőd szét, légy szíves a lapjaimat! Hadd menjek ki! Papírlapra nem tud lőni. Így van. Kaliber póló. Milyen klassz a kaliber póló. Nem szeretném nagyon, hogy ez legyen állandóan az előtérben, de nagyon szép a kaliber póló, ezt szeretném mutatni. Ami egyébként rendelhető a www.kaliber.hu/póló oldalról 2990 forint. Három méterről azért a szórása, hogy revolverezve nem az igazi. De jól látom, hogy kilukadt a papír. Az nem lehet, János. There is no spoon. Ez most tízszer akkor a gyári markolatot? Igen. Egész jó. Ezzel nem tudok lőni ezzel a markolattal. Egyszerűen nem éri el az ujjam. Lőkészség nélküli bassz. Nem. Nem. És hazaárul. Mond a zsidó gazembel. Hol áll meg? Ez most jó.
Lövés. Kicsit darabos a sütésre. Lövés. Nem minden. Lövés. Ez itt, baszd meg! Nem minden történik egyforma a sütésre.